vendégek vezetőedzője Erico Rossi, a másodedző pedig Hozó Levente. Levit is megkérdeztem egyébként, hogy hogy állnak, mindenki rendben van-e. Azt mondták, hogy igen, egészségesek, és várják ezt a találkozót is természetesen. Közben megint egy nagy lövés, ott a kipattanó korong, és ott van az első gól. Csak sikerül valahogy ezt betenni a kapuba, vezet tehát ezzel a vendég együttes. A gólszerző pedig Jevgenyi Szkacskov, Erdély Botonda kiállított játékosunk. Szkacskov közben a koronggal, ő lopja a távolságot, és megnézte magának a pölcsőt. Hát igen, Ládai odaállt a kapus elé, semmit nem lehetett látni. Erdély kiállítását, nem is tudom, 8 másodperc alatt 6, kihasználta a vendég együttese. Rokai Szilárd már várta volna korongot középen. Ajajaj, ez egy eladott korong, Rokai Szilárd gól! Mondtam az előbb, hogy már várná a korongot, a védőink eladták sajnos ott hátul a kapu előtt, és Rokai Szilárd ezt kihasználja. Ez a harmadik vendéggól. Kuliás. Kuliás. Ujjajajaj, erre figyelni, és erre így nem tudunk figyelni. Erre nem tudtunk, és itt van akkor már a negyedik gól. Ezzel most már 4-0-ra vezet a vendégegyüttes, és megint Jevgenyi Szkacskov. Egy kicsi közjátékkal indult egyébként, ez a harmad, illetve egy kicsi késéssel, hiszen Maxim Szamakov kapuja nem volt a helyén, azt kellett megigazítani közben, és ott egy gól! Mégpedig Szappanostól! Török adta a keresztpaszt, és itt van az első hazai találat. A harmadik harmad kezdetéig kellett erre várni. A 41. percben pontosabban megszerzi Szappanos a dab szépítő gólját. Ezzel 1-4. Szkacskov. Jól passzol. Jól kapja vissza, nem lövi el. Kuliás. És ott az újabb gól, és a mindenigaz Fodor Csanád, az utolsó ember, ott volt még Ládai is a közelben, de szerintem Fodor Csanád a gólszerző, a legkisebb ott a kupacban, ezzel 5-1. Én ezzel köszönök el önöktől, és remélem legközelebb is találkozunk majd itt. A végeredmény Acélbikák Csíkszereda 1-5. Mindenki pucolja ki a csizmáját, hogy reggel mellenézzen, hogy vajon van-e benne valami jó kis ajándék. Ezt kívánom mindenkinek, úgyhogy teli csizmát, mindenkinek a Mikulásnak teli pottonyt, tudjon mit osztogatni. Viszontlátásra, viszonthallásra.